Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pontban műsorunk meghívottja Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kinevezett igazgatója. Üdvözlöm stúdiónkban! Üdvözlöm, jó napot kívánok! A hétfőn, tegnap előtt lezajlott a Román Színházi Szövetség közismertebb nevén Uniternek a hányadik, azt hiszem, hogy nagyon sokadik díjkiosztó gálája, amelyen ugye a Marosvásárhelyi Színház sok jelöléssel szerepelt, konkrétan 6-tal, tehát 4 jelölése volt a Tompa Miklós Társulat előadásainak, és 2 a Liviu Rebreanu Társulat előadásainak. Volt még színház, amelyik ilyen sok jelölést kapott? Nem számoltam így össze, statisztikát nem állítottam össze, de azt hiszem, hogy a Vásárhelyi Nemzeti Színház volt a legtöbb jelöléssel, de azért vegyük azt is kalkuláljuk, hogy itt két színházról beszélünk, és nemzeti színház, vagy más, kevés az a színház, aki így működik, mint mi, hogy két tagozat, gyakorlatilag két színház egy intézmény keretén belül. De az, hogy 6 jelölés volt, és valószínűleg Romániában legtöbb jelölést a mi színházunk kapta, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és azt hiszem, hogy történelmi pillanat is ez ilyen szempontból, mert mind a két tagozat és ekkora mennyiségű jelölés, mintha ilyen nem volt. Valamikor még 2000-es évek elején a Boldogtalanok Tompa Miklós Társulatnál ott biztos, hogy több mint 4 jelölés volt abban az évben. Ott akkor azt az évben úgy is hívták, hogy Huniter, mert rengeteg magyar jelölt volt. Igen. És hát visszatérve, igen, kimondhatjuk, mi vagyunk, mi kaptuk a legtöbb jelölést. Igen. Nem, ez azért egy jó dolog, mert hogy ugye elég sok probléma van a színháznál. Például ugye még műsor előtt megkérdeztem a biztonság kedvéért, hogy még mindig csak kinevezett vezérigazgató-e, és mert gondoltam, valamit elmulasztottam a színházi világ változásaiból, de nem. És ez például egy nagy hátrány ennek a színháznak. Tehát, hogy az, hogy nincsen olyan vezérigazgatója, aki a következő 10 évre tervezhetne, gondolkozhatna, ez egy elég hátráltató tényező abban, hogy azért így átlássa, hogy mégis mi fog történni a következőkben. Mert hogy ez egy olyan műfaj, ahol több évaddal előre kell gondolkozni azon, hogy kit hívnak meg, ki fog rendezni, mit fog rendezni, milyen színészek fognak játszani, milyen zenészeket hívjanak meg. Igen, hát nem csak a meghívottak szempontjából fontos az előre tervezés, ez minden szempontból, de hát azt hiszem, ez így van a világon minden intézménynél. Én annak ellenére, hogy kinevezett igazgató vagyok, és hol 30 nap, hol 60 nap, hol 90 napot tart a szerződésem, én nem követem el azt a hibát, hogy ne 10 évbe gondolkodjak. Tehát, hogy még bűnnek is tartanám, mert másként nem lehet ezt csinálni, mint csak hogyha jó előre gondolkodik az ember. Meg a színházi élet az annyira dinamikus, hogyha egyik pillanatról a másikra engem leváltanak, a színház ezt fel tudja dolgozni. Tehát, hogy ez, én kell hosszú, vagy mi a mostani csapat kell hosszú távon tervezni. Másik dolog meg az, hogy a színháznak azt kívánom, hogy ez legyen a legnagyobb problémája jelen pillanatban, hogy az én szerződésem hány napig tart. Ettől még tudunk működni. Természetesen nagyon jó lenne a stabilitás. Amúgy úgy érzem, hogy stabilitást élünk meg, megszoktuk ezt az állapotot, de valóban nincsen. Ez így van, és jó lenne. De kimerem mondani, és azt sejtem, hogy a parlamenti választások előtt erre nem számíthatunk, és utána is még egy jó ideig ebben a helyzetben, ebben az áldatlan, de nem hát, gondolom, új kormány helyzetben. Alakulása, igen, az igen, új kormány másodvonalának a kinevezése, mert hogy ez ugye államtitkári feladat lenne, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ugye a minisztériumhoz tartozik.
Úgyhogy igen, van még mit várni, hogyha ez egy politikai kérdés. Igen, tehát hogy ez a, én úgy érzem, jelen pillanatban is a Kultúrminisztérium vezetése is egy ideiglenesség alatt van. Meg vagyok győződve, nem tudom miért, de így látom. És az egyértelmű, hogy választások után ez változni fog, mert ilyen formában a Kultúrminisztérium, ha így marad, ez nem lesz jó irány. Igen, na most visszatérve az Uniterhez, ott voltak? Sokan voltak ott a színházból? Igen, jelen volt. Tehát ez Bukarestben történt, ugye? Igen, Bukarestben a Nemzeti Színházban, a Karadzsiali Nemzeti Színházban volt, a Karamitru teremben, így hívják a felújított nagy termet, a Jon Karamitru terem. Hát ez egy 1000 férőhelyes, látványos, sajnos szűk hely, szűk, a székek köz szűk helyű nézőtér. Sokan voltak, és sokan voltunk mi is. És nagy volt az izgalom? Tehát igen. Volt-e valami feeling azzal kapcsolatban, hogy tényleg akkor melyik jelölés válik be, melyik nem, vagy teljesen így a bizonytalanságban voltak? Tehát volt-e pletyka, valamilyen súgás, vagy nincs nagyon, nagyon profin csinálják, hogy semmit nem lehet sejteni, tippelni lehet. Nem tudom, létezik-e fogadóiroda, esetleg fogadni is lehet, de nem hiszem, hogy van. Nem rossz ötlet. Igen. És ezért nagy a várakozás. Én nem tudom megélni azt az izgalmat, amit éreztem a kollégáimban mellettem. Tehát, hogy én mivel nem vagyok jelölve, és nem is leszek, és nem is voltam jelölve, én nem tudom átélni teljes egészében. De hát az, mondjuk hogy benne Csaba volt a pakliban az, hogy nem kap senki semmit a hat jelölésből, úgyhogy gondolom ez megérintette önt is, hogy jesszusom, ha a hatból egy se jön be, mi lesz? Nem, ez nem gond. Nem? Én mindig azt gondolom, hogy a jelölés az nagyon-nagyon fontos. Az már egy akkora siker, hogy egy ekkora paletten, amikor a romániai színházi paletta, ekkora paletten jelölés történik, hogy az, hogy megnyerted vagy nem nyerted meg, ez lehet szerencse kérdése, kérdés mekkora szórás, mert ugyebár az idén 5 jelölt is volt, eddig az volt a szokás, hogy 3 jelölt. Most hol 3, hol 4, hol 5 kategóriától függően. Tehát, hogy az hogy megnyered-e, az egy óriási boldogság, de a lényeges szakmai dolog a jelölés. Igen. És akkor azt hiszem, hogy az első, aki beváltotta a jelölést, az Székely Csabának a szövege volt, ami ugye a legjobb román szövegként, a színpadra állított szövegként nyerte meg a díjat. Igen, az Igazság gyertyái darabról van szó, amit Csabát idézzem, a legjobb román szöveg, ami magyarul volt megírva, és még volt is egy gesztusa, hogy csak senki ne tudja meg, titokban mondom, ezer embernek, nagy volt a kacagás a teremben. Ő volt az első, aki meg is kapta a díjat, először a debütdíj, ahol Ritz Armin legjobb rendezőként volt jelölve a debütdíjra, ő nem kapta meg. Fülöp Erzsébet, ő a legjobb színésznő kategóriában volt jelölve. Igen, szurkoltunk, nem kapta meg. És akkor Csaba következett, aki legjobb román szöveg kategóriában. Igen. Hát B. Fülöp Erzsébet továbbra is a kedvenc színésznőnk, úgyhogy ez nem kérdés. De érdekes, hogy azt hiszem, hogy háromszor volt már jelölve, és egyik jelölését sem váltotta be végül is. Tehát például a Nyugalom az hát egy olyan parádés szerep volt, ami azt hiszem, hogy na, megérdemelte volna, hogy azért valahogy bejöjjön a mezőnyben. Ezelőtt ugye 3 vagy 4 évvel történt ez. Csak gondolom ez úgy van, mint az Oscar-díjaknál, hogy aztán Leonardo DiCaprio is akkor kapta meg az Oscar-díjat, amikor a legkevésbé érdemelte meg. Tehát így, tehát hogy több parádés szerepért nem kapta meg, és akkor gondolom egy kicsit így fájdalomdíjként is
hát egy általam nem nagyon kedvelt szerep miatt aztán végül megkapta, szóval van ez így is, nem? Tehát, van ilyen nyilvántartott rekorder is Romániában, Marius Turdeanu szebeni színész, azt hiszem, hogy 6-szor volt jelölve, és egyszer sem kapta meg. Gála után találkoztunk, beszélgettünk Bocsányi László, Fülöp Erzsébet és én, és akkor pont erről beszéltek, és Laci azt mondta, hogy hetedik az Isten, ez is a magyar igazság, az Isten igaza, amivel ő is 7-szer volt jelölve, amikor megkapta a díjat, utána aztán meg sorozatban többször kapta meg. Úgyhogy kitartást. Bözsének kitartást. Igen, csak gondolom, hogy ez apropó izgalom, így ez azért elég kellemetlen lehet, tehát elég, nem tudom, igen, nem? Tehát mi, biztos hogy érzékelte neki, de nagyon jól leplezik ezt a dolgot, tehát biztos, igen, hogy kellemetlen, biztos, hogy ott van az az izgalom. Van, aki örvend, hogy nem jelölt, hogy nem kapta meg. Például Ritz Ármin, aki románul nem tud, és ki kellett volna menni, és annyira izgult fiatal srácként, hogy mi lesz, hogy ő, mikor kiderült, hogy nem kapta meg, ő meg könnyebbült. De biztos vagyok, hogy valahol egy kicsit fáj. De egy olyan jó hangulat, olyan nyitott emberek, olyan vagány társaság gyűlött össze, és az egész szakma egy kicsit így van összerakva, hogy ezek a fájdalmak pillanatig tartanak csak. Igen. Na, most magamra gondoltam, hogy érezném magam, hogyha jelölt lennék, és nem kapnám így egy kicsit azért. Na, ez olyan, mint olimpián a második, tehát ezüstérmesnek lenni, így az ember ott van, látja az aranyat, és akkor az mégis kigurul a kezéből. Na, jó, tehát akkor térjünk vissza Székely Csabához, hogy Székely Csaba viszont a legjobb román szövegért, a legjobb magyarul megírt román szövegért megkapta a díjat. Ez azért érdekes, mert tényleg ez egy nagyszerű előadás, az Igazság gyertyái. És a szöveg nyilván egy Székely Csabás jól megírt, nagyon jó helyzeteket adó előadás. Csak nem tudom, hogy ez mennyire érzékelhető azoknak, tehát a zsűri tagoknak, akik végiglátogatják a színházakat és megnézik, hogy kik lesznek jelölve. Tehát, hogy a szövegnek a szépsége, az ereje mennyire érzékelhető akkor, amikor az ember onnan fentről olvassa a román fordítást. Én sem tudom, mennyire érzékelhető, de hogy a dolog az egésze többről szól, az biztos. Tehát, hogy ami a szöveget szépé teszi, az a színpad, a színészek munkája, a rendező munkája, a zene. Tehát az egész ad egy olyan ágyat, amitől a szöveg szépé válik, és szerintem ez is hozzájárul, hogy annak ellenére, hogy a román kritikusok magyarul hallják és románul olvassák, ilyen furcsa módon fellenéznek, és úgy is eljut hozzájuk a szöveg, ez egyértelmű, hogy kellett itt az egész munka, az előadás összessége. Igen, és gondolom a zenét nem hiába említette, hogy kellett az is hozzá. Igen, 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 hát az is egy olyan dolog, mint a szöveg, tehát Uniter díjat kapott Szári Tibor. Zene szerzői díjat az idén először adtak. Czári Tibornak van már egy ilyen speciális díja, Uniter díja, ami nem volt meghatározva miatt. Egyébként zenért, de nem volt zene kategória. És az idén volt először úgy, hogy Czári Tibor volt az első romániai, aki azt is mondta, hogy minden zeneszerzői ez a díj, nem csak az övé, mert először osztották ki. Igen, hát az az igazság, hogy elég sok minden jelent meg a díjak között, tehát kategóriák, amik tényleg hozzátartoznak a szorosan vett produkcióhoz is. Tehát ez egy jó dolog, hogy így bővül a paletta. Igen, ezt meg is fogalmazta valaki, hogy annyira komplex kezdett lenni a színház, hogy most már egyre több
díjat kell, egyre több kategóriát, tehát itt gondoljunk bele a light design, tehát a fénytervezés. Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy ugye a díszletben is egyre gyakrabban jelennek meg ugye a videó elemek, vagy egyáltalán része az előadásnak a videózás, a videókép, ami megjelenik valahol a háttérben, vagy előtérben. Szóval, hogy valóban egy nagyon komplex dologról beszélünk. Igen, tehát, hogy régebb a díszlettervezőnek, például a román szakmában díszlettervezőnek nevezték meg a jelmeztervezőt is. Szcenográf, ennyi volt. Tehát az nagyjából egy blokk volt. Ma meg annyi részre van osztva az a kép, amit kapunk, és annyi alkotásból áll össze, hogy egy ilyen csodálatos, komplex dolog születik meg. A videó, amikor a videók kezdtek megjelenni valamikor a 90-es évek elején, igazából akkor kezdett elterjedni, hogy a színpadon videóképek, akkor voltak ezek a poénok, hogy nem is nyersz Uniter díjat, nem is nyersz díjat, ha nincs videó. Utána komplex lett az egész, és akkor most itt van egy nagyon fontos kategória, ahol amúgy a román tagozat jelölve volt, a Nelinista előadás, Krisztián Niculescu volt jelölve, lighting design, fénytervezés. És egy olyan srác kapta meg, aki elmondta a díjátvételkor, Jassi fiú, hogy ő szerinte ő az első technikus, színházi technikus, aki díjat kapott, mert ő világosító a színháznál, és nagyon jó érzéke van, mint hogy nálunk is a világosítók terveznek, fényterveket készítenek, és lassan összefonódik így a háttértechnika az alkotással, és ez lesz a folyamata, hogy egyre komplexebbek lesznek a színházi képek. Igen, és egyre komplexebb, illetve egyre több ilyen díjat kell majd kiosztani. A legjobb hologram biztos lesz igen, ilyen majd. Igen. Hát igen, hogyha arra gondolunk, ugye, hogy a mesterséges intelligencia által megtervezett bíró Ada az, aki műsor bemondó, akkor miért ne lenne egy hologram, tehát egy mesterséges intelligencia által létrehozott szereplő a legjobb szereplő? Csak ne legyen. Lehet, biztos, hogy lehet, hát csak ne legyen. Hát ezt azért kérdezem, mert ugye Hollywoodban nagyon meg vannak ijedve a színészek és a filmalkotók attól, hogy ez most így előre tör a mesterséges intelligencia, és elveszi a kenyerüket, erre gondolt, így nem, abban a 30 napban, vagy 60 napban, vagy 90-ben, amikor éppen kinevezése van. Igen, gondoltam, mert... Úgy eldöntöttem, és sose voltam ilyen frontharcos, vagy a barikádokon harcolni, vagy valami ilyesmi, de ha egy ilyen megtörténik, akkor én leszek az első a barikádon, aki a színészekért harcolni fogok, mert valóban veszélyes, és valóban ezt meg is lehet oldani. Hogy hogyan lehet majd kiharcolni, hogy a mesterséges intelligencia által kreált szereplők ne nyomják el a színészeket, azt én még nem tudom. Igen, hát... De színpadon, színházban nehezebben tudják ezt megoldani, filmen könnyebben, de mondom, ki fogok venni a barikádon akkor én is. Hát igen, esetleg úgy, mint Észak-Koreában, így leárnyékolja a színházat, hogy de semmiféle hullám, semmiféle dolog nem kerül be. Igen, és akkor eljutottunk a román a tagozatnak a díjához. Igen, a Liviu Rebriano tagozat két jelölése volt, mint ahogy mondtuk, a Nelinista előadása, a light design és a díszlet, Velika Panduru díszlettervező, és kimondták a nevét, hogy Velika Panduru. A harmadik díj ez volt, a díszlet. Igen. Na most ugye ez mégiscsak jelent valamit. Persze szót kell említeni még Bocsárdi Lászlónak a rendezéséről, a Rokonokról, ahol ugye az egyik mellékszereplő, férfi mellékszereplő, Bács Miklós kapta meg az Uniter díjat. És ezzel azt hiszem, hogy a magyar díjak befejeződtek, nem? Az iráni konferencia, Bocsári László által rendezett iráni konferencia legjobb előadás kategóriában volt.
Horváth Hunor, Sepsiszentgyörgyi rendező, legjobb rendező kategória. A jelölésekben, én most a díjakról beszéltem. Jaj, a jelölés, igen. Azt hiszem, hogy ennyi volt a magyar érintettség, de hát az egy elég komoly mennyiség a százalékban. Igen. Az igazság, hogy kezdettől fogva ugye Jonkara Mitru hangsúlyt fektetett arra, hogy a Magyar Színház ne maradjon ki ebből a romániai merítésből, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog, tehát hogy az erdélyi magyar színjátszásnak ez nagyon sokat segített abban, hogy meg tudja tartani a rangját. Én mindig azt hiszem, tehát hogy fordítva, de valószínűleg legyen. Így van, hogy Jonkara Mitru, hogyha hangsúlyt fektetette erre, akkor jól tette. Én naívként azt hiszem, hogy a színház harcolta ki ezt a helyzetet, tehát a romániai magyar színház az, ami a magyar kultúra és a román behatások miatt nagyon erős, és én és nagyon remélem, régen, és érdekes válik ezáltal, és remélem, hogy ez egyik tényező, hogy ilyen mennyiségben vagyunk jelölve, és hogy ilyen erős a romániai magyar színház, a romániai színház palettán, mert azt hiszem jelölések 25-30%-a magyar volt, most nem számoltam ki, de ahogy említettük beszélgetésünk elején, olyan volt, hogy több volt. Igen. A Huniter évében több volt a magyar jelölés, mint a román. Igen, hát ebben most nem mennék bele, hogy az erdélyi magyar színjátszás mennyire érdekes és eredeti megoldásokat tartalmaz, tehát a magyarországi színjátszáshoz képest, illetve a romániai-román színjátszáshoz képest, de azt azért még a maradék percekben megkérdezném, hogy ennyi díjjal és ennyi jelöléssel, ennyi díjjal, ennyi figyelemmel, hol tart most a Marosvásárhelyi Színház? Jó úton. Értelemben, jó úton, igen. Tehát, hogy evidens módon itt az infrastruktúra erős támogatásra szorulna a gazdája által, tehát hogy a minisztériumnak egy kicsit nagyobb figyelmet kellene fordítania erre a színházára. Nagyon érdekes helyzetek, amikor Bukarestben a minisztérium, vagy bizony a fejlesztésügyi minisztérium, vagy a kultúrminisztériumban találkozom nagyon pozitív, mosolygó emberekkel, akik magyarázzák, hogy miért nem lehet. És akkor én mosolyogva egy véghallgatom, és magamban azon, hogy igen, ez is politikai kérdés valószínűleg, és ez megint úgy gondolom, hogy az épület felújítás, ez a már tényleg meg kellene történjen felújítás és beruházás, ez megint a parlamenti választásoktól fog függni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy az erdélyi, a romániai magyarságnak a kultúrminisztérium olyan behatása lesz, mint a színház világra is, és akkor azt hiszem, hogy akkor lesz valami, mert furcsa módon azt látom, hogy egy kicsit ilyen magyar ügyként kezelik, ezért miközben itt román nyelvű színház és magyar nyelvű színház működik, és ezért úgy barátságosan, mosolyogva megmagyarázzák, hogy miért nem lehet. De van a minisztérium eltart még színházakat? Tehát az igazság, hogy a színházak nagy része ugye önkormányzatokhoz került, és az önkormányzatok tartják el. A Marosvásárhelyi speciális helyzetben volt, és ezért jobb volt neki a minisztériumnál lenni. Igen, ha jól emlékszem, 96-ban volt az, amikor az utolsó színház is, akik az államhoz tartoztak, úgymond leváltak az állam és önkormányzathoz kerültek, és 7 színház van, nemzeti színház, most remélem, hogy nem tévedek, plusz még opera és ilyen intézmények, előadó művészeti intézmények vannak, ami a minisztériumhoz tartoznak, egyike mi vagyunk, és mi vagyunk egyetlen, amelyik 2 tagozattal működik, és nagyon kell tudatosítsuk folyamatosan, hogy itt 2 színház van egy intézményben, mert úgy kezelik, hogy egy van. Tehát ez egy külön harc ilyen szempont. Igen, és gondolom, hogy más stratégiával vívják ezt a harcot általában, nem? Tehát, hogy nem tudom, hogy milyen stratégiával lehet a
Román Kulturális Minisztériumban így úgy fellépni, hogy azt így komolyan vegyék. Gondolom szívós stratégiával. Igen, ma is, kitartóan. Holnap is, holnap után is. Én kitartóan büszkélkedem és bőcsködöm a színház eredményeivel. Tehát a gála után másnap már a minisztériumban voltam, és megfelelő helyeken kávé mellett büszkélkedtem, hogy hol tartunk, és remélem, hogy ennek meg fog születni az eredménye, és nem kell más módszerekkel stratégiázni, hogy és hogyan nyissuk ki a kilincseket. Igen, hát ez egy elég problémás dolog, azt hiszem. És főleg, hogyha tényleg elkezdi támogatni a minisztérium az újjáépítést, tehát a felújításokat és a többit, na akkor jön az igazi probléma a vezérigazgató számára, hogy akkor hogyan oldja meg azokat az átmeneti időket, ameddig... Alig várom ezt a kihívást. Alig várom ezt a kihívást, és fel vagyunk készülve rá különben. Tehát, feltérképeztük azokat a lehetséges játszóhelyeket a környéken, amivel tudunk élni, és fel vagyunk rá készülve. Igen, hát reméljük, hogy bekövetkezik ez az időszak is, és aztán végül régi pompájában ül majd a színház. Mi mindenképpen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ebben a városban működik egy ilyen színház, amelyet íme ennyi díjjal honoráltak. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Mi is köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt mai Pont Ma műsorunk. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra.